A Castel Felice című előadás olvasópróbáját tartják a színészek a főrendező vezetésével. Göttinger Pál a Színház és Filmművészeti Egyetem színházrendező szakán végzett 2007-ben, 2010-ben tagja volt a POSZT szakmai zsűriének. Szakmai gyakorlatát a Radnóti Miklós Színházban, Lengyelországban és Angliában szerezte meg, ezután szabadúszóként dolgozott. A nyíregyháziak már ismerhetik, korábban a Vidor Fesztiválon játszott színészként, most pedig főrendezőként dolgozik a megyeszékhelyen. Ez egy számon kérhető munka, amit én végzek. A szereposztások, illetve az évad elrendezése a fő munka, illetve az egyes produkciókkal kapcsolatban a vendégrendezők és a színház közötti kapcsolattartás, vagy valamelyest szakmai felügyelete az itt zajló munkának. És mivel fiatalabb vagyok az itt dolgozó rendezők majd mindegyikénél, ezért természetesen ennek vannak különös érzékenységet kívánó részei ennek a munkának. A legfontosabb pedig az, hogy a társulat részint elfogadjon, részint én megértsem, hogy miben ügyesek, miben nem ügyesek, mi az, amiben tudok segíteni, mi az, amiben nem tudok segíteni, és esetleg mi az, amiben változtatni kell. Mint elmondta, feladata elsősorban az eredményes színházi munka megteremtése lesz. Én nagyon sok helyen vendégeskedtem, és amit egy ottani vendégrendezőtől elvárnék, vagy egy ottani főrendezőtől én, mint vendég elvárnék, én magam is csak azt szeretném, hogy aki ide jön, az biztonságban dolgozhasson, lelkesen, odaadóan és lelkiismeretesen. Ennek a körülményeit megteremteni, ez maga az ambícióm. A tervezett darabokkal kapcsolatban Göttinger Pál elmondta, minél több vendégelőadást és neves színészt szeretne Nyíregyházára csábítani, de a főiskolát most elvégzett gyakorlati helyet kereső fiatal színészeknek is nyitva áll a nyírségi színház kapuja.